Sziasztok! Én Felméri Péter vagyok, és a mai részben festményt fogok készíteni. A festményeket mindenki nagyon szereti, és a világ teli van gyönyörű festményekkel, mint például a Mona Lisa, hogy csak egyet mondjak, de tényleg ennél sokkal több van. Annyi, hogy meg se tudnám számolni. Lovas festmények, őzikések, abstraktok, csendélet de a csendéletből is többféle, tehát van növényes csendéles, ételes csendélet, elpusztult állatos csendélet, meg a munkácsik. Tehát tényleg nagyon sokféle festmény van. Ahhoz, hogy egy csodálatos festmény megszülessen, az alkotónak fantáziára, kézügyességre, perspektívára és ö, festékekre van szüksége. Nekem ebből a négyből sajnos csak a festék van meg, de nem baj, lelkes vagyok és belevágok. A technika, amit most használni fogok, az egy nagyon egyszerű technika. E, legalábbis annak tűnik, nem tudom minek lehet nevezni, de ilyen kétbalkezeseknek találták ki, mint amilyen én vagyok. Hogy semmi érzékem nincs hozzá, de mégis szeretnék egy szép festményt. Nagyon sok festéket összegyűjtöttem ide magamnak, de valójában háromra lesz szükségem. Egyiknek a fehéret választom, mert az ilyen jó általános. Nagyon tetszik ez az ezüst színű és akkor ezek közül kéne még egyet választani. Öhm, hát legyen mondjuk a ez. Következő lépésben vizet kell önteni ezekhez a festékekhez, hogy folyósabbak legyenek. Találtam a konyhában pár edényt, amiben kikeverhetem a festékeket. Általában ezekből szoktuk enni a műzlit, de nem csak viccelek, nem ebből eszik a műzlit, ebből a gyerekek eszik a műzlit. ez mindegy puding. Itt, itt nehéz lesz megkeverni az Erre nem számítottam, hogy ez nem alkalmas a keverésre. Hát ezzel megbolondulok így. Valamennyire oldja. Hát keverés technikailag ez az edény egyes. Sikerült megfolyósítani ezeket a festékeket, vagy folyékonyabbá tenni, nem tudom mi a helyes festői szakszó, mit tanítanak az egyetemen, de a lényeg, hogy most olyanok, mint egy ilyen folyékonyabb tejföl vagy joghurt, perspektívát váltok és kezdődjön a móka. Rá kell önteni a bekevert festékeket, Na most kell ezt mozgatni ide-oda, hogy a festék önmagába elfolyjon. Na hát az ezüst az megy, mint a versenyló. A fehér elvesztette érdeklődését. Azt mondja, hát én nem megyek sehova. Ha hogy nem mennél? Csak nem akarsz ott maradni. Kérdezik a többiek. Ezt nem hagyhatom úgy, hogy most kicsit jobban felöntöm a fehéret. Legyen neki is esélye. Na hát megerősödve, lélekben feltöltődve beszáll újra a fehér is a versenybe most felülről kap egy kis támogatást. Na, hát most már a fehér kinéz valahogy, szökik a festék. Hú, de jön. Na ez az, ott a tejföl, hol folyik? Mindenhol festék van már. Na másik oldalra is F -társa. Az a lényeg, hogy az egész felületen végig folyjon. Annyi van a kezemem most már, hogy ez is része az alkotásnak. Na, van ebben minden. Perspektíva, kompozíció, fantázia. Most hagyom megszáradni. Elég büszke vagyok rá. Hát elkészült a festmény, így néz ki. Nagyon sok minden van rajta. Én látok benne például itt egy megbokrosodott lovat, mögötte egy nő, mint hogyha így hajszolná, Afrika teljes vízrajza, itt Mona Lisa, egyik szeme, másik szeme, azt, azt se tudod, hogy mosolyog vagy nem. Szóval gyakorlatilag ez egy ilyen best of festmény lett, minden rajta van. Eredetileg azt terveztem, hogy ide erre a fal részre teszem majd, mert az annyira üres meg kopár, de amíg száradt, arra jutottam, hogy inkább nektek adom. Hozzászólásba írjátok meg, hogy ti mit láttok ezen a képen, és aki a legviccesebbet, legkreatívabbat, legfantáziadúsabbat, leg-leg-leg-legjobbat írja, annak elpostázom. Legyen a határidő mondjuk február 20-a, én az összes hozzászólást elolvasom itt a videó alatt, és, és ami a legjobban tetszik nekem, ilyen teljesen szubjektíven, azt a festménnyel fogom díjazni. és a végére hagytam egy rajongói levelet, amit tőletek kaptam. Kedves Péter, nagyon-nagyon szerettük ezt a részt is, örülünk, hogy ilyen sokat tanulhatunk tőled. Én sajnos nem láttam benne a lovat, viszont láttam egy sast és négy piros tojást. Üdvözlettel Pali nyiregyházás.